Egy köztéri kamera Pécsen a Garai Hügyes utcák találkozásánál. Még 2010-ben kerültek ki az első ilyen szerkezetek a városi közterületekre. Az Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében helyeztek el 32 darab térfigyelő kamerát, majd napjainkig újabb 32-t. Most megduplázza az önkormányzat a kamerák számát Pécsen, idén 65 újabb térfigyelő kerül kihelyezésre. A térfigyelő kamerahálózat bővítésére kiírt közbeszerzési eljárás lezárult, egy helyi vállalkozás végzi a térfigyelő kamerák felszerelését. Jelenleg a térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséhez szükséges átjátszó állomások, valamint a központ fejlesztése zajlik, illetve az engedélyek megszerzése folyamatban van. Várhatóan ősztől kerül sor a térfigyelő kamerák felszerelésére a város különböző pontjain. Terveinknek megfelelően az év végéig be is fejeződik a munka, és mind a 65 új kamera kikerül Pécs közterületeire. Kertvárosban 19, a keleti városrészben 21, Uránvárosban és Szigeti városrészben 13, a belvárosban 12 új kamerát szerelnek fel. A fejlesztéshez a belügyminisztérium 136 millió forint visszanemtérítendő támogatásban részesítette a pécsi önkormányzatot.